Sziasztok! Remélem, jól vagytok. Ma arról fogunk beszélni, mert nagyon sokan kéritek, hogy hogy kell egy új nyelvet megtanulni. Hát az én módom elég könnyű, de mondanám, hogy egy hét alatt nem lehet egy új nyelvet megtanulni. Mert hát vannak olyan emberek, akik olyan dolgokat árulnak, hogy hú, egy hét alatt meg lehet tanulni egy új nyelvet, meg ilyenek. Hát nem tudom, én egy új nyelvet egy hét alatt nem tudok megtanulni, nekem kell 3 hónap hozzá. Kezdem ezt a módot egy mesével. Én 6 éves koromban tanultam meg a francia nyelvet, mivel a szüleim diszidáltak. Amikor megtanultam egy új szót, akkor reggeltől estig csak azt az új szót mondogattam mindenkinek. Reggeltől estig csak arról az új szóról volt szó, minden dologban, amit mondtam. És tudom, hogy nagyon sokan azt gondoljátok, hogy hú, milyen érdekesen beszél magyarul, lehet, hogy nem is magyar, meg mit tudom én. Én 100% magyar vagyok, de amióta 6 éves vagyok, külföldön élek, és hát, hogyha van gyerekeitek, és ti is diszidáltok, mit tudom én, Franciaországba, Belgiumba, akárhova, tök mindegy, nagy eset van arra, hogy a ti gyerekeitek is így fognak beszélni, mint én, sőt, még ennél rosszabbul is, mert hát a húgom, meg az öcsém se beszélnek olyan jól, mint én. Pedig otthon mindig magyarul beszéltünk, szóval csak az iskolában nem beszéltünk magyarul, nyilván, de otthon mindig magyarul beszéltünk, még a mai napig is. Szóval tudom, hogy érdekes a magyarom, és töröm, meg mit tudom én, de ezért. Így legalább tudjátok, hogy miért. Szóval, hogy kell megtanulni egy új nyelvet? Hát elég könnyen. Úgy kell megtanulni egy új nyelvet, mint ahogy a kisbabák tanulják meg a mamával. A mama mit csinál? Vesz egy ilyen kis mesekönyvet, mutatja a babának a képeket a mesekönyvbe, és megmutatja, megmondja neki, hogy ez egy cica, ez egy kutyus, ez egy nyuszi, mit tudom én, és hát így tanul a gyerek. Nem tanulja máshogy a dolgokat, csak a mamával, és csak úgy, hogy hallja a családba, hogy beszélgetnek az emberek egymással. Szóval az a lényeg egy nyelvbe, hogy a szavakat kell megtanulni, nem úgy, hogy kell leírni őket, mert az csak egy következő dolog egy nyelv tanulásába. Az első az, hogy megtanuljátok, hogy kell kimondani a szavakat, és hogy tudjátok, hogy az a szó, amit kimondatok, az mire való, nyilván. De az, hogy kell leírni, az lényegtelen, az csak utána jön. A gyerekek is csak a 6. éves korukban kezdenek meg tanulni, írni. Legfeljebb itt. Hát vannak olyan emberek, akik korábban is tanulnak, de arról most is, itt nincs szó. Szóval a szavakkal, amiket tanítok, azokkal mindig adok egy példát, hogy úgy legyen, mint a mamával, hogy a baba tanulja a szavat, és utána hallja, hogy kell mondani egy példába. Hát nyilvánvalóan nem tudok veletek reggeltől estig beszélgetni franciául. Szép is lenne, sok időm is lenne, de azért ez nem így megy. Szóval sajnos ezt most csak így tudom nektek tanítani, hogy egy szó, egy példa. De szerintem már így is ez egy nagyon nagy segítség. Szóval így is lehet elég sokat tanulni franciául. És ha minden nap tanultak 5 szavat, az tényleg az már fantasztikus. A szavakat, hogy benne maradjanak valakinek a fejébe, az is egy elég könnyű dolog. Nekem is, mondjuk nekem elég könnyű, de szóval úgy csinálom, hogy én látom a dolgokat. Szóval adok egy példát, elég érdekes példa, mert hát csak franciául tudom most így adni, de tanultam nemrég egy kicsit lengyelül. És lengyelül pokuj az a szoba. És pokuj az engem emlékeztet valamire franciául,
Pó az a bőr, pó, és kúj, hát nem is tudom, hogy mondjam, hogy ne legyen. Hát az a pasiknak az a két kis zacskó, ami lógott lent. Most ezt máshogy nem tudom megmondani. Szóval pokúj, ezt így tanultam meg lengyelül, hogy az a szoba, mert erre emlékeztet franciául. Szóval így, hogy ezek a szavak, amikor hallotok egy új szavat, akkor kell, hogy emlékeztessen valamire, hogy benne maradjon a fejetekbe. Szóval azon gondolkozzatok, hogy mire emlékeztet ez a szó magyarul, hogy benne maradjon a fejetekbe. Remélem, hogy ez egy kicsit segített. Most más dolgokat is mondhatnék, de a lényege itt volt, hogy úgy kell megtanulni, mint a kisbabák, és hogy sokat kell mondogatni a szavakat, mindig az új szavakat egyfolytában használni kell, hogy benne maradjon az embernek a fejébe. Szóval sokat-sokat kell őket mondogatni reggeltől estig, és utána majd, amikor mindenki megunja, akkor már ti is tudjátok a szót, meg mindenki, aki hallotta, az is biztos fogja tudni azt a szót. Na, szóval ennyi volt mára is, remélem, hogy jól vagytok, és nem sokára találkozunk. Sziasztok!